Futok fel mondjuk a kórházban a 8. emeletre, lihegek, mint a fene, soha nem szállok be liftbe. Szerintem egy nagyon izgalmas terület egyébként a kórház. Akkor is, hogy a szomorú. Tehát most is van olyan esetem, akit nagyon régóta látogatok, és lehet, hogy pont ma van az ő napja, mert egy-két órája még nála voltam. Lehet, hogy már nem sokáig látogatom. Tehát ez például rossz. Hogyha idegenhez megyek, mert mondjuk végigmegyek egy osztályon, na az más helyzet. Olyankor meg szoktak tőlem ijedni. Akkor is, hogyha fehér köpenybe vagyok. Tehát mondjuk ezt nagyon bírom egyébként, hogy a fehér pap. Hát ugye mi majdnem mindig feketébe vagyunk. És ott meg fehérnek lehet lenni, és hát annak kell. Nagyon hálás vagyok a köpenyemért, nagyon tisztelem a köpenyemet. Boldogság fölvenni, megtisztelő, hogy kölcsön adni magam a köpenynek. És igen, felruház egy felelősséggel, hogy nem csak magánemberként megyek, hanem az Isten szolgájaként megyek. Viszont ijesztő annak, aki nem tudja, hogy mit akarok. Tehát ha én azt mondom, hogy jó napot kívánok, Szilvi vagyok, a kórház lelkész, akkor küldtek hozzám egy papot, hú, sokkal gázabb az állapotom, mint ezt mondták. Nagyon sokan ezt hiszik, hogy akkor sokkal rosszabbul vagyok, ugye? És akkor kitaláltam azt, hogy beviszem a mai igét, annak egy példányát, és akkor ezt így felmutatom, hogy Szilvi vagyok, a kórház lelkész, csak újságot hoztam, és akkor jaj, de jó, megnyugszik, és akkor lehet beszélgetni. A teológián bejártunk a kórházba. Hívogattuk a betegeket az Isten tiszteletre, gitárral, énekkel, így mentünk végig az osztályokon, és olyan jó volt. Tudom, hogy sokan elborzadnak tőle, hogy itt nyögnek, ott fekszenek, nem tudom, kinézet, tehát azért ott ugye vannak látványok, szagok. De ezt láttam benne, a missziót, és vonzott. Először én misszionárius akartam lenni. Van egy ilyen kalandos énem. Valahogy igen, ezt akartam, hogy a missziót vigyem és csináljam akárhol, akárki közt. Nem érdekelnek veszélyek meg, nem tudom. Hát mint amikor a fiatalok így beleugranak az életbe, hát olyan voltam én is, igen. És milyen érdekes, hogy mégis megkaptam a missziót, ha nem is az afrikai vadonban, vagy ilyesmi, azt már nem akarnám. Tehát arra például rájöttem, hogy nem az nem én vagyok. Van, akinek az az élete, és azt kell csinálnia. Nekem nem. Nekem a kórház a misszióm. És ezért vagyok hálás. Hogy Isten azt mondta, hogy misszió? Jó. De akkor én majd megmutatom, hogy melyik területen. Honnan tudom, hogy kell valaki mellett jelen lennem. Erre nagyon nehéz válaszolni, mert annyira a helyzet adja. Attól függ, hogy mit vágok le az ő rezdüléseiből. Nem mindegy, hogy beszél, vagy nem, tud-e mozogni, vagy nem. Csak abba vagyok biztos, hogy mindenkinek valami módon szüksége van az Isten jelenlétére a beteg ágya mellett, és én szeretném nekik megmutatni, hogy ott van jelen az Úr. Majdnem egy órát ott voltam egy haldokló ágya mellett, imádkoztam, énekeltem, egy nyugtalan haldokló volt, tehát mozgott meg, szeme rezgett, de nem beszélt. Nem nézett a szemembe, tehát olyan volt, mintha nem érzékelné a jelenlétemet. És egy óra múlva egyszer csak egy jobban kinyitott a szemét, és azt mondta, hogy ámen az imádságra. És nem biztos, hogy arra mondta, amit én beszéltem, hogy jeleztem, hogy felfogtam, és ámen,
Lehet, hogy arra mondta, amit az Isten mondott neki belül. Én hiszem ezt, hogy mindenkinek van egy története a meghalónak is, és minden betegnek egy saját története az Úrral. Az egy kegyelmi pillanat, hogyha nekem ebbe betekintésem lehet. Ma már nagyon sokszor meg tudom mondani, hogy kinek melyik lesz a napja, a halálának a napja. Ezt nem tudom megmondani, hogy hogyan fejlődött ki bennem. Egyrészt ugye vannak ennek külső jelei, amiket így orvosilag, vagy egészségügyileg megtanul az ember, egyszerűen megtanulja felfedezni, de én a szeméből látom, hogy ő még itt van, vagy már csak félig meddig van itt. Nem lehet mindenkit bíztatni. Sőt, tilos. Azt mondom valakinek, hogy persze, meggyógyulsz. Minden rendben lesz. Megcsináltam ezt, és nagyon rossz vége lett. Akkor még nem voltam kórházlelkész, de lelkész voltam már. 6 évvel ezelőtt történt. Petinek hívták az illetőt, barátok voltunk. Egy nagyon súlyos, gyors lefolyású betegség volt. 38 éves volt akkor. És igen, mindig bíztattam. Persze, Peti, imádkozok érted. Minden rendben lesz, hogy ne. Aztán gyógyszert szereztem neki. Most ilyenkor az ember mit gondol? Én azt, hogy hű, de sokat megtettem a Petiért. Hú, de tuti vagyok. Jeleztem a dokinak, megszereztem az 1 milliós gyógyszert, minden, és nem ez volt a segítség. Egyébként nem ért el hozzá. Meghalt, mire odaért a csomag. Egyszerűen meg kellett volna látnom, hogy mi az, amiről ő tényleg beszélni akar. És én ezt nem hagytam. Nem teremtettem rá lehetőséget. Nem lehet azt mondani valakinek, hogy persze, tök jó lesz minden, hogyha ő belül retteg. És a melléállásra van szükség, egy megerősítésre, egy beszélgetésre arról, hogy mi vár rá, mi van oda át, mi lesz a családom. Sok minden lehetett benne, és én nem voltam erre kész, hogy ezekről beszéljünk. Az őszinteséghez mindig nagyon nagy bátorság kell, hogy az ember felmerje vállalni a gondolatait, az aktuális félelmeit. Én is, akármilyen béna vagy kezdő voltam, mondhattam volna, hogy figyelj, Peti, most nem tudok mit mondani, de melletted vagyok. Még ez is több lett volna annál, mint amit tettem, vagy nem tettem. Mindig örömmel megyek be a kórházba, elképesztően tud dobogni a szívem, hálásan megyek be, de nem mindig boldogan jövök ki. Tehát azért megterhelnek a dolgok, hol teszem le és hol adom ki. Ez régebben nehezebb volt, amikor elkezdtem, akkor mindent nagyon sokáig hurcoltam magammal. És az, hogy most nem hurcolok magammal sokáig, emlékeket, az nem azt jelenti, hogy kevésbé szeretem a betegeimet, hanem hogy megtaláltam a helyét az érzéseknek és a gyászoknak. Hát először például azt csináltam, hogy vettem mindig egy citromfagyit, hogyha valaki meghalt a kórházban, van egy fagyizó a kórház előtt, és akkor egy gombóc citromfagyi, azért, mert az savanyú. Tehát legszívesebben keserűt vettem volna, tehát keserű fagyit nem árul. És akkor amíg azt fogyasztom, addig tart a gyászom. Meg kell legyen a gyász idő. Mert azt sem mondhatom, hogy megrántom a vállamat, és Szilvi, ez a munkád, erősnek kell lenni. Nem kell erősnek lenni mindig attól, hogy ez a munkám. Attól még nem leszek fából, ember maradok, sőt, érzékenynek kell maradnom. Mert különben kiégek. Nem lehet totál bekeményedni. Muszáj, hogy a szívemet megérintse a beteg, vagy az ő története. Viszont
a gyászidőnek vége kell, hogy legyen valahogyan. És akkor ezt találtam ki, hogy amíg nyalom a fagyit, addig rágondolok, sírok, ha kell. Kórházlelkész alapvetően háromféle emberrel foglalkozik, ugye a beteggel, hozzátartozóval és a dolgozóval. Nekik is hatalmas szükségük van arra, hogy ott valakinek kiöntsék a szívüket. Szerintem szükségük van arra, hogy kimondjuk, hogy te itt most a kápolnában nem egy dolgozó vagy, akinek pöpecnek kell lenni, akinek agyban nagyon ott kell lenni, hanem itt elengedheted magadat, és nyugodtan hagyhatod, hogy az Isten jól megszeretgesse. Vannak olyan hivatások, ahol nagyon fontos, hogy az ember tök tutinak érezze magát. Az egészségügyi pálya abszolút ilyen, a lelkészi pálya is teljesen ilyen, mert valahol egy vezető vagy, vagy pedig számítanak rád, emberek bíznak benned, életeket helyeznek a kezedbe, és igen, ott van az emberben, hogy én nem mutathatom azt, hogy bizonytalan vagyok, vagy most sírom el magam, vagy ilyesmi. És ennek megvannak a veszélyei, mert ugyanakkor meg az ember belül törékeny. Nagyon-nagyon sokáig gondoltam azt, hogy így kell élnem. Mindig erős csajnak. Szerettem ezt a képet. Szerettem, hogyha engem olyan erős csajnak tartanak. Már nem akarom, hogy annak tartsanak. Most már vigasztaló akarok lenni. Hol merek gyengének lenni? Ezek pillanatok igazából. Pillanatok, amikor az ember gyenge mer lenni valaki előtt, egy testvér előtt, vagy csak az Úr előtt. Szeretek olyankor egyedül lenni egyébként, mármint kettesben az Úrral. Az a mi időnk, amikor ő feltölt. Szabad vagyok a szolgálatra. Szabad vagyok a boldogságra. Szabad vagyok a misszióra. Szabad vagyok a szeretetre. Szabad vagyok a bűnvallásra. Mind az Istentől való szabadság lehetőség ez.